1976-ban született, 49-szeres válogatott és a 90-es évek egyik legmeghatározóbb labdarúgója, aki ismét a Ferencvárost erősíti. Gondolom, senkinek sem kell bemutatnom Lisztes Krisztiánt, azaz lehet, hogy mégiscsak be kell mutatnom ismételten, mert hogy megkopott a tollazata miatt egy picit megváltozott a küllele, de a Herhangeri Klinika azon dolgozik, hogy Krisztián visszanyerje régi frizuráját. Mikor kezdtél kopaszodni, és szerinted miért? 2004-2005-ös időszakban, amikor elég látványosan elkezdett a fejembúvján lévő hajtömeg vékonyodni. Ugye utána olvastam a dolgoknak, ugye lelkieredetű esetleg, hogy stressz, de inkább azt gondolom, hogy hormonális ezek a problémák. Gondolom zavart. Hát zavart, pláne úgy, hogy ez nekem tényleg ilyen feltűnően nagy doboncom volt, és sokan ismertek úgy pályafutásom elején is, és azért kint Németországban is viszonylag nagyobb hajtömeggel fociztam, és zavaró volt természetesen, embernek a férfi hiúságát azért bántotta, és szerettem volna mindenféleképpen ezen változtatni. Gondolom te is, mint sokan mások, rengeteg csodaszert kipróbáltál, mégis a haj átültetés mellett döntöttél. Miért? Hát persze, egy-két ilyen csodasampont, olvastam tablettákról is, ami azért nálunk sportolóknál elég veszélyes, mert egy-két játékos dopinglistán fönnakadt, mert szedett a hajára esetleg valamiféle csodaszert, úgyhogy ezektől inkább tartózkodtam. Milyen volt a műtét, vagy nevezzük úgy beavatkozás, és mi a véleményed a Herhangeri csapatáról? Hát természetesen minden műtét tart az ember is fél, de abszolút kellemes meglepetés volt, pláne úgy, hogy ugye az operációnak a második felében már tévézni is lehetett, úgyhogy kényelmesen ült az ember egy bőrfotelben, és körülöttem lévő hölgyek, akik nagyon kedvesek voltak, ők meg dolgoztak, és én meg úgymond élveztem a éppen futófilmet a tévében. Miért pont a Herhangerit választottad? Találkoztam személyesen, konzultáltunk, nagyon szimpatikusak voltunk, és hát mondhatni, hogy abszolút bejöttek a számításaim, hiszen a műtét alatt, után is mindenki nagyon kedves és segítőkész volt. Bármikor jöttem megbeszélésre vagy kontrollra, tényleg nagyon zökkenőmentesen és nagyon segítőkészen állt hozzá mindenki ez a dologhoz, úgyhogy tényleg mindenkinek tudom ajánlani ezt a klinikát. Hol tartasz most, és mi jön ezután? Ugye május vége felé volt a beavatkozás, hát megvárjuk a 10-12 hónap elteltét, hogy milyen eredmény született. Elképzelhető, hogy majd lesz még egy sűrítés, mert viszonylag elég vérzékeny volt a fejbőröm, ezért kevesebb hajszálat tudtunk beültetni, mint ahogy elterveztük, de én már most látom a változást, meg a gyarapodást a hajszálakból, úgyhogy nagyon pozitívan állok hozzá a dolgokhoz, és nagyon örülök, hogy ezt elvégeztük. Végezetül arra kérlek, hogy üzenj valamit azoknak, akik úgy gondolják, hogy nincs megoldás univerzum méretű homlokukra. Úgy gondolom, a mostani időkben abszolút nem kell szégyelni, abszolút föl lehet vállalni egy ilyen beavatkozást, és akinek úgymond az önbizalma csorbul ezzel, hogy kevesebb lett a haja, nyugodtan ajánlom, hogy vágjon bele, hiszen valóban ez életre szóló a hajbeültetést. Egyszer meg kell csinálni egy 2-3 napos pici kellemetlenséggel járt talán, de aztán ez egy életre szóló dolog, és utána valóban úgymond semmiféle gondja, baja nem lesz a hajával. És azért a mai világban szerintem fontos a külső megjelenés, fontos az ember, hogy tudja magát eladni idézőjelben, csúnya szóval fogalmazva, úgyhogy én bátran tudom ajánlani.